kampányfogásnak nevezte a DK választókerületi elnöke a Keszthelyi Szülészeti Fekvőbeteg Ellátás májusi újraindítását. Dékány Péter televíziónkkal azt közölte, megdöbbenéssel értesültek róla, hogy július 1-től megszűnik a fekvőbeteg ellátás a szülészet nőgyógyászati osztályon. Szerintük a kormány folyamatosan építi le az egészségügyet. A Demokratikus Koalíció szerint az ő átfogó egészségügyi reformprogramjuk a kormány és a pártok összefogásával megoldaná a problémát. Ennél konkrétan megoldásról nem beszélt a DK politikusa. Úgy tűnik, hogy ez egy kormányzati kampányfogás volt, és ha belegondolunk abba, hogy Keszthely és vonzás körtében közel 100 000 lakos él, és amikor van a turista szezon, akkor ez megduplázódik. Itt rengeteg hölgyet érint ez a bezárás.